Sziasztok, Marcsi vagyok. Itt vagyok most a kamera mögött, mert egyedül vagyok, és én fogok videózni is, tehát én kezelem a videót, meg beszélek is. Elindítjuk a csatornánkon az új vlogunkat, könyves vlogunkat. Lesznek majd felnőtteknek szóló könyvek, illetve mesekönyvek is. Ez az első videó. Ez a mesekönyvekről fog szólni. Olinak rengeteget olvasunk, minden nap olvasunk, mert nagyon szereti, nagyon élvezi a meséket, és szerintünk is nagyon jó dolog olvasni, mert fejleszti többek között a fantáziát is, a kreativitást. Sok könyvet vásárolunk Olivernek, de rendszeresen járunk könyvtárba is, mivel azt a nagy mennyiségű olvasmányt ezt nem tudnánk megvenni, tehát világ összes pénze nem lenne elég a mesekönyvekre, és legalább egy kicsit szokja a könyvtári környezetet is, megismerkedik még jobban a könyvekkel, szeret is nagyon amúgy könyvtárba járni. Ebben az első vlogban néhány olyan könyvet szeretnék bemutatni, amelyik elnyerte Olivernek a tetszését. Nem ezek a favorit könyvek, vagyis nem csak ezek a kedvenc könyvei, van több még ezeken kívül, viszont úgy gondoltam, hogy nem egy videóban fogjuk az összeset besűríteni, és majd szeretnék olyat is csinálni, hogy ilyen havi kedvencekről videó. De akkor kezdjünk is bele. Az első esőt meg szeretném mutatni. Még ezt nem olvastuk, tehát nem tudok róla véleményt mondani, hogy Olivernek mennyire tetszik. Azért mutatom meg, mert ezt Kőszegen a várban, a Marcipán Múzeumban kaptuk. Ott a boltban a kedves bolti eladó adta Olivernek. A Marcipán Múzeum, ott Kőszegen gyakorlatilag egy ilyen mese múzeum. Mese figurákat jelenítenek meg Marcipánból, és a kedvenc, tehát mindenki által jól ismert meséket dolgozzák fel, például a Kismalac és a Farkas, a Csipke Rózsika, az a Répa mese, ezt például én nem ismerem, Piroska és a Farkas, próbálom így mutatni nektek, a Két borsökröcske, Csizmás kandúr, a Három kismalac, ez meg valami hirdetés már, és lefotózták ezeket a kiállított marcipán figurákat, mesejeleneteket, és elkészítettek belőle egy két kötetes sorozatot, közben belelapozgatok, és megírták, illetve hozzá mellékelték a meséket is. Ő például itt Gulliver, a Gulliver utazásaiból. Ezek elég hosszú mesék, tehát nem tudom, hogy Oliver mennyire fogja élvezni őket, remélem azért majd egyszer fel tudjuk neki olvasni. Itt ugye a Piroska és a Farkasból a Csúf gonosz farkas. Sok szeretem volna megmutatni nektek, hogy kaptuk ezt a könyvet, ahol a Marcipán Malac Túr ilyen címmel jelent meg, és ugye a Szamos Marcipán a szponzora. Akkor melyikkel is folytassam? Legyenek a verses kötetek. Az egyik Vörös Sándor Bóbita című kötete. Ez szerintem mindenki egész
jól ismeri. Hát igen, Oliver már kicsit megmatricázta véletlen, még körülbelül egy évvel ezelőtt, ilyen 2,5 évesen, de amúgy nagyon szokott vigyázni a könyveire. Ebből rendszeresen olvasunk neki, szokta is kérni, hogy olvassunk fel a kötetből. Nagyon szereti. A kedvence ez az altató dal, májváról, rózsaszárról és a holdról. Ő ezt nagyon szereti. Amit írnak róla, nincs semmi nemű elfogultság abban, ha azt állítjuk, hogy a magyar gyermeklíra művészi rangra emelésében nagy része van vörös költészetének. Ez a költészet az egészen apró miniatűrökben is képes megfogni és megidézni a teljes világot. És még itt van egy pár sor, de azt már nem olvasom fel, csak igazából ez a lényeg, hogy annyira jól ír Vörös Sándor, hogy a legkisebbek is a legnagyszerűbb módon fel tudják fedezni a világot a versei által. Itt van például ugye a híres száncsengő is, amit mindannyian jól ismerünk. Hangutánzó, hangfestő szavakkal remekül érzékelteti azt a világot, amiben egy gyermek él. Kergető, játékos versek, a galagonya, azt is nagyon szereti Oliver. És ugye ezt a ritmusosságot, hogy izzik a galagonya ruhája, nagyon-nagyon szereti, és ezért éppen ezért a legkisebbeknek is ajánlom, hogy olvassatok belőle. A másik ilyen verses kötete a Cini Cini Muzsika, Óvodások verses könyve. Ezt azért szeretem, mert életkorok szerint vannak benne tagolva a versek. 3-4 éves korosztálytól kezdődik, ugye, amikor a gyerekek óvodába kerülnek. Az elején még rövid, nagyon dallamos versek szerepelnek benne, a végén pedig már hosszabbak és kicsit komolyabb versek. Néha ilyen színes oldalakat is találunk. Olivernek ebből a kedvence, amit most nem biztos, hogy meg fogok találni, az az ilyen felelős versek. Itt van igen. Panni, panni, mit cipelsz? Vödröcskét. Vödröcskében mit viszel? Vizecskét. Minek az a vizecske? Öntözni. Mit akarsz megöntözni? Virágot. Kinek adod a virágot? Anyámnak. Mikor adott Pannikám? Névnapra, ez Kormos István verse. És mi ezt ilyen felelősdi formában szoktuk játszani, tehát én kérdezek, Oliver válaszol, kérdez felelős formában, vagy kérdez felelek formában. Ezt is ide teszem. Akkor jöjjön a Hopla mesély. Na, erről állítom, hogy szerintem, bárhol itt nem kérdeztem, de szerintem ez az egyik legjobb mesekönyv, ami igazán tetszik Olivernek. Karácsonyra kapta a mamától meg a papától. Az a Bartos Erika írta, illetve rajzolta, aki a híres Bogyó és Babócát is, mesekönyveket is megálmodta. Nem is tudom megszámolni, hogy hányszor olvastuk már ki Oliverrel. Vaskos kötet, de egy-egy oldalon viszonylag kevés szöveg van, de rengeteg benne a színes rajz. Történetről annyit, hogy Hopla, a kis nyuszi, akinek egyik füle fekete, másik fehér, valahol Pécstől nem messze él az erdőben a barátaival, Magyarommókossal és Cini Egérrel,
és egy nap meghívást kapnak a békáktól, hogy menjenek el az Orfűn tartandó lakodalmukra. Orfűre Pécsen keresztül vezet az utuk, de lerobban az autójuk, és ezért 3 napot Pécs városában kell tölteniük. És ez alatt a 3 nap alatt segítők, társak segítségével, például a Süni, a Kutyus vagy a Borz bejárják egész Pécs városát, kisebb történetekre van osztva az egész történet, és megismerkednek a nevezetességekkel. Oliver sosem járt még Pécset, de már kívülről fújja, hogy hol van a 2 dzsámi, hol van a minaret, hol van a tettyei méztufa barlang. Mindent nagyon részletesen és színesen megrajzolt az írónő, a végén pedig itt vannak a képek is, hogy valóságban hogy néznek ki azok az emlékművek, épületek, ahol Hopláék járnak. Ezt mindenkinek szívből ajánlom, akár felnőtteknek is. Nagyon kedves, vidámese, és sok-sok napon keresztül lehet esténként olvasni belőle. Akkor, ha már Bartas Erikánál tartunk, megmutatom nektek, oppá, kicsit fellöttem a kamerát, Bogyó és Babócát. Ez a mi kötetünk, nem könyvtári, ezt megvettük neki, ez a 2 pedig könyvtári kötet. Szerintem nem nagyon van olyan gyerek, amelyik nem hallott már a Bogyóról és Babócáról, Bogyóról a Csigafiúról és Babócáról a Katica kislányról. Szintén Hoplához hasonlóan nagyon jól megrajzolt, kedves kis történetek szerepelnek a könyvben egy-egy oldalon. Itt sincs túl sok szöveg, de szerintem a korosztály, amelyiknek ezt a kötetet szentek, illetve ezt a sorozatot nem is igényli a hosszadalmas szövegeket még. Minden kötetben 2 darab mese szerepel. Mi egy-egy mesét szoktunk egy este alatt elolvasni neki. Az utolsó, ami még belefér ebbe a mai videóba, az Dániel András kötetei. Dániel Andrástól egyelőre egy sorozatot olvastunk még, de úgy tudom, hogy rengeteg mesesorozatot készített már. Ez pedig a Kufli sorozat. Ebből 3 kötet van meg. Jó éjszakát, Kuflik, a Kuflik és a Mohamanyi, illetve a Kuflik és a Nagy Eső. A kötetek közül a Kuflik és a Mohamanyi című kötetet kapta utoljára. Szerintem ez az, ami a leginkább tetszik Olivernek. Hasonló a felépítése, mint a Bogyó és Babócás könyvnek. 2 darab mesét tartalmaz, itt van vége az egyik mesének, itt kezdődik a másik. És megmondom, mennyi, 2, 4, 6, 7 különös lény életéről szólnak a kötetek, ők a Kuflik, akik egy elhagyatott réten élnek, név szerint Zödön, Pofánka, Fityirc, Titusz, Hilda, Valér és az Oli kedvence, a Bélabá. És hozzájuk hasonlóan a könyv oldalain még milliónyi különös és furcsa lény jelenik meg. Kicsit olyan, mintha bevezető lenne ez a kötet a fantasy világába. Szerintem azért jó ez a kötet, mert egy kicsit el tud vonatkoztatni a valóságtól, illetve a sorozatról is beszélek természetesen, és
nagyon fejlesztőleg hat a gyerekek fantáziájára. Én legalábbis ezért szeretem, és magam is szívesen olvasgatom ezeket a kufli történeteket. Nekem a kedvenc karakterem az a Pofánka, mert olyan kis cuki, aranyos, és még amit nagyon szeretek a kuflikban, hogy gyakorlatilag úgy viselkednek, mint egy gyerek, mert olyan kis naívan, egyszerűen szemlélik a világot. Ebben a kötetben például azt találták ki, hogy felmásznak a holdra egy létrán keresztül, és megpróbálják lekapcsolni a holdat, hogy ne világítson olyan nagyon erősen. Tehát ilyen kis felnőttek számára kicsit ilyen, lehet, hogy gagyinak tűnik a történet, de a gyerekek nagyon-nagyon élvezik. Úgyhogy ezeket is szívből tudom ajánlani, és szintén Bartos Erikához hasonlóan a szerző rajzolta a köteteket. Itt van például egy lábas csiga, ami nem csak azért lábas, mert lábai vannak, hanem mert egy lábas van a háztetőn, a házán. Mára ennyi lett volna a vlog, ki is pakolom így a meséket, mindjárt végig videózom még őket. Én mindenkit arra pusztítok, hogy meséljen a gyereknek. Mert meg fog térülni. És azért is jó mesélni, mert fejleszti a szókincset, a nyelvi képességeket. Hogyha olvastok neki, akkor meg fogtok lepődni, mert én is meglepődtem, de olyan szavakat és olyan kifejezéseket sajátít el így a gyerek, amelyeket egyébként majd csak 7-8 vagy esetleg későbbi időszakban sajátítana el, és nagyon fontos, hogy már egy 3 éves gyerek is gyönyörűen ki tudja fejezni magát, és meglátszik a gyerekeken, hogy olvasnak nekik, vagy nem. Ez volt az első videó, remélem tetszett, ha tetszett, akkor lájkoljatok minket, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!